A koronavírus járvány bejelentése óta zárva voltak a vendéglátóhelyek és szállodák. Hetekig egyetlen fogyasztó vagy üdülő sem tehette be a lábát. A vendéglátók jelentős része csak ételkiszállításból tudott bevételhez jutni, és ennek következményeként veszélybe kerültek az ott dolgozók is. A vállalkozók rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, mert az első perctől kezdve 400 ezer ember munkahelye került veszélyben. Itt vidéken is ez eléggé komoly gondot jelent, Budapesten szintén, de mi úgy gondoljuk, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet, mert más forrásból ugye ezeknek a vállalkozóknak, ami zöme mikro és kisvállalkozó, nincs jövedelme, illetve elveszítik előbb vagy utóbb a vevőkörüket is, ami szintén hatalmas gond, és gyakorlatilag az a veszély is fönnáll, hogy az alkalmazottai is külföldre fognak szerződni, azaz ahol már nyitottabb a lehetőségek, például Ausztriába vagy Németországba fognak elmenni. Visszaszerezni őket viszont nagyon nehéz. Vannak ennek veszélyei, hogy vannak már olyan jelek, mert beszélgettünk vállalkozókkal, akik azt mondták, hogy ők bezzeg nem fognak már kinyitni, mert ez már nem olyan jó nekik, és abba fogják hagyni. Én attól függetlenül abban reménykedek, hogy a többség, ez a 80-90% az ki fog nyitni, és folytatni fogja a tevékenységét, sőt, amikor már lehet teljes mértékben, akkor mindenhol rendelkezésére fog állni a ügyfeleknek. A vírusveszély csökkenésével a védekezés új szakaszba lépett, ami a teraszokon és kerthelységekben szigorú szabályok mellett engedte a vendéglátást. Az elviteles, illetve a kiszállítási szolgáltatásaink mellett nagyon örülünk, hogy most az itt fogyasztási lehetőség is megjelent, és teljesen próbáljuk az előírásoknak megfelelően biztosítani a vendégeinknek a biztonságát. Éppen ezért az asztalokat is másfél-két méter távolságra helyeztük el egymástól, és éppen ezúton szeretnénk megköszönni a szekszárdi önkormányzatnak, hogy biztosította azt a lehetőséget, hogy ingyenesen tudjuk ezt most igénybe venni, és szeretnénk azt az időt kihasználni, ezt a szeptember 31-i időpontot, hogy addig tudjuk a vendégeinknek ezt a teraszt nyitva tartani. Időszerű volt egy kicsit kinyitni itt a terasz meg az erkélyek itt a vidéki éttermekben igazából. Végét járja szerintem már mindenki, úgyhogy ez egy jó lépés volt. Azt gondolom természetesen azért a higiéniai előjárásoknak megfelelően, tehát senki nem jön be, mindenki maszkba dolgozik egyébként a személyzet közül is, úgyhogy erre azért a lehető legjobban odafigyel mindenki. Szekszárdon külön nehézség a borászaton alapuló vendéglátás elmaradása. A borászatok számára azonban az online kereskedés megerősödése újabb utakat nyitott. Most egy picit megindul majd a vendéglátási rész, mivel nyithatnak az étterem teraszok, de mivel a szállodai rész vagy szállás rész még nem nyithat, így ez még várat magára, hogy nálunk szállavendégek üljenek. Hát visszagondolva itt a elmúlt évre nagyon nagy mozgás volt a december időszakban, január-február csendesebb volt, de mégiscsak voltak vendégek, és volt borturizmus, volt például a Kékfrankostól és egyéb más rendezvények. Most mostani időszakban azt várjuk egyébként, hogy egy 2-3 hónapon belül újra fölfejlődik ez a borturizmus, és tudjuk fogadni azt a sok vendéget, akit érdekel, mert szekszárdi borvidék és szekszárdi borok. Úgy gondoljuk mi, hogy vissza fog jönni őszre már az a turista mennyiség, vagy turista létszám, ami egyébként is jönne, mivel így, ahogy mondtad is, a külföldi utazások egy nagy része el fog maradni, és azok az emberek, akik külföldre utaztak volna, és akik Magyarországon utaznak, ők a belföldi turizmus fogják igénybe venni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesz egy nagy fellendülés az őszi időszakban. A szekszárdi borászok nagy része szerintem ki fogja bírni, főleg talán azoknak lesz könnyebb, akik szállítanak multikba is, és nem csak a horekába, étterembe szállítanak, mert ők nekik azért valamilyen részt megmarad a piacuk, meg őnekik lesz, azoknak lesz még talán jobb, akik benne vannak az online értékesítésbe, mert azért egy picit most megnőtt az online értékesítés ilyenkor a vírus idején. Úgy gondolom, hogy az online értékesítés egy pici része annak az értékesítési csatornának, ahol mi is, meg a többi barát is részt vesz az ország életében, de
De aki borértő, borszerető ember, az mikor nem volt online értékesítés, akkor is megtalálta a csatornákat, vagy a pincénél, vagy pedig az áruházláncokban, vagy az étteremben tudta a borokat fogyasztani. Így most talán megváltozik egy picit az eladási szegmens, azért a vevői szokások is megváltoznak. Valószínű, hogy az online értékesítés növekedni fog, mindig, mert az emberek most hozzászoknak ahhoz, hogy kényelmesebben tudnak bort venni a pénzészetektől. Ez most generálhatja azt, hogy utána, ha hozzászoktam ehhez a jó borhoz online értékesítésbe, akkor lejövök és megnézem a helyszínt. Ez generálhatja ezt, de ez a jövő zenéje, ezt most nem tudnám megmondani előre. A Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint a vendéglátásból élők számára nagyon fontos volna egy hathatós állami segítség. Ezért harcoltunk is, hogy legyen nagyobb állami segítség. A jelenleg, ami van, ez a bértámogatások különböző formái, hát ez segít is, de azért nem olyan nagy mértékben, mint amennyire mi eredetileg gondoltunk. A hitel lehetőségeknek azért nem jók, mert hát a vállalkozók ilyen helyzetben nem nagyon mernek hitelt felvenni. Az összegben növelni kell a bértámogatást, és valamennyi vállalkozóra terjedjen ki, és a korábbi béreknek, tehát az alkalmazotti béreknek terjedjen úgy ki, mint Németországban, Ausztriában 80%-ig, és nem egyfajta csökkentett bértámogatás legyen. A vendéglátóknak az első lökést a teraszok kinyitása megadta. Azok a dolgozók remélhetőleg, akiket átmenetileg el kellett bocsátani, lassan a forgalom növekedésével újra munkába állhatnak. A vírus veszély csökkenésével, a szigorítások visszaszorításával pedig lassanként újra beindulhat a teljes üzemmenet.